Hello mindenkinek! Előbb pár perce játszottam ugye stickerésre a Dortmund ellen, most megint egy Bayern München. Ugye Mostafa, vele egy 10 perce játszottam körülbelül. De most az ellenfelünk Unknown. Ugye... Ki a Bayern Münchennel van? Látható, hogy egy újonc játékos ellen fog játszani. Ugye nem sokkal rosszabb a statisztikája, mint nekem, tehát ez is egy eléggé küzdő mérkőzés lesz. Ugye én Pizzárot látom ebben az emberben, aztán kiderül, hogy a FIFA mennyire jó statisztikával rendelkezik. Hát akkor elnéztem. Pizzáró még a keretben sincs, ugye Ribéry Robben csapat, érdekes. Érdekes csapat talált fel az ellenfelünk, ugye az én felállásom megszokott. Legutóbbi meccsen sajnos elnyomtam véletlenül, itt ugye láthatjátok, én mindig ezzel állok föl. És akkor kezdődött is a mérkőzés, most csak az eső esik, hó nem. És Robben nagyon szépen végigvitt az egész csapaton, ugye egy nem rossz játékosról beszélünk. Ez viszont nem a passzolás, az erőssége, ezt most is láthatjuk. Ugye itt a 5 védőt nehéz lesz átjátszani. És kapufa már megint! Hát ez... vicces helyzet volt. Ugye Hazard szépen elfektette a kapust, de csak kapufáig jutott. Megint egy hosszú indítással próbálkozunk, sajnos ez most nem jött be, nem úgy, mint előzőleg. És az indítást Ivanovic lefülelte, illetve már csenér a labda. Ugye Robben elég veszélyes csatárként, ugyanis sebességével könnyen meglephet. De ő ugye Torresre is igaz. Kiválóan veszi le, és Neuer. Torresnek passzolnia kellett volna. Rövidre nem tudtunk volt rúgni, és elrontottam a vadást. Szögletet. Nem tudjuk ki, még a félre se rúgni a labdákat. Yes, Paul. És mi történt? Felrúgták Hazardot a télen, sárgula. Át a hosszúra. Figyelni kell, hogy Robben ne tudjon elszökni. Elment. És ki is megy, nem megy ki. És Oscar elrontja a paszt, viszont ez egy probléma. Meg tudtunk volna indulni. Így mint most. Ugye Torres még nem lesen. És ha jobb az a beadás. Torres-től. Kell az ember középre. Az ilyenek miatt nagyon veszélyes volt. És nem tudjuk rárugni. Ah, kicsi az emelés, alacsony. Pedig ez nagy problémákat okozhatott volna. Megint egy megindulás, ugye? Ez a fejes, ezt a fejes nagyon fontos volt, hogy cseh tudta védeni.
Ugye látható, hogy megint nagyon csúnya. Azt meg kurán film, hát egyszer próbálkozott annál a fejesnél, annál viszont kellett Ficse és a bravúrja, hogy ne vezessen az ellenfelem, aki tényleg olyan jól játszik, mint hogy a statja. Ezt elővetítette, Torres itt nem férkőzik labdához, viszont szabadrugást kapunk. De még onnan, ahol a... Paszt elindították, és Robben meg tud szökni. Ez nagyon nagy probléma, mert középen már jönnek ugye az emberek, ezt ő észre is vette, csak nem tud passzolni. És most mit támadunk? Ugye itt Oscar könnyedén lefutja Boatenget. És a lövés nem jó. Talán egy lapos beadással többre mentünk volna. Ramirez nem jeleskedik a fejelések terén, azt most is láthattuk. Riveri nagyon szépen állítja meg, Cahill. Ez veszélytelen volt. Viszont nem értem, miért kapott szabadrugást amúgy Riveri. Hát ez már jövő zenéje. És nem mennek ezek a rögzített szituációk, hogy itt a középpályán nem igaz, hogy még a saját szabadrugásunkból se tudunk mi labdát szerezni. És Ivanovic elveszti, hát ez... Nem megy ma. Jó ez. És bemakkolja! Hát ez nem igaz! Bemakkolja! Nem. Nagyon nem jól játszunk. Meg is látszik. Az eredménye is sajnos. És fölrúg, és nem kap semmit, nem. Nagyon nem akarja a játék sem, hogy nyerjek, úgy látom. Ez a pár több kihagyott helyzetünk 1v1-ben megbosszulja magát. Itt már az ilyen labdaszerzések kellenek. És Torres kiviszi! Itt se értem, hogy miért cseleznek, amikor én a beadást nyomom. És eladjuk, megint eladjuk, hát... Ilyen labda eladásokkal egyszerűen nem lehet nyerni, lehetetlen. És megint, és 11, nem, ez a játék nem akar, nem akart, hogy is nyerjek. Egyszerűen nem az ellenfelem volt jobb, egyszerűen a játék nem akarta, hogy nyerjek. Itt ugye már idő sincsen semmire. Annyi, hogy még letarolja az emberemet. Itt még egy Ivanovic indítás, de megint. Nem jó. Nem, egyszerűen nem. Nem jönnek az indítások, nem jönnek a beadások, nem sikerül a pass. Egyáltalán egy 11-es, egy saját térfelünkön elvégzett les. Szabadrugásból sem tudunk mi labdát tartani. Egyszerűen nem akarta a játék, hogy ezt a meccset megnyerjük. Itt is. 5-ből 5-ször megnyomom a labdát, és vár még annyit, hogy odaérjen a támadója. Nem, egyszerűen ezt a meccset úgy döntött a játék, hogy elveszíti. Itt már bármit csinált az ellenfele, megnyerte. Egyszerűen ez. Nem. Szeretném, hogyha most még egyszer összekerülnék ezzel az ellenfél, hogy megtanítsam játszani egyáltalán, mert ez, hogy így megnyer egy mérkőzést. Yeah. 13, 20, még 12 pontot szerezhetek, 10-et kell,
Nehéz életem a továbbiakat saját magamnak, majd remélem összekerülök most egy gyerekkel.